Kedves nézőink! 123. alkalommal jelentkezik a Pécsi Tudományegyetem Univerzitás Televíziójának Nyitott Egyetem című műsora. A mai adásban Szabó Réka, tájsebek biológiai rekultivációja című előadását tekinthetik meg. Előadásomat 4 részre osztottam. Ezek egyrészt a megváltozott ökológiai adottságoknak a végigkísérése, a második a szukcesszió, tehát a terület fejlődése, a terület spontán benépesülése különböző élőlényekkel, különösen növényekkel, mikroszervezetekkel és az állatvilággal, és a harmadik részben pedig a meddőhányok újra hasznosításáról ejtenék néhány szót. És úgy gondolom, hogy a negyedik rész sem elhanyagolható, hiszen olyan kutatási eredményeket szeretnék ismertetni, amik az előző ponthoz, a meddőhányok újrahasznosításához különösen jó, alkalmas támpontot adnak. Röviden nézzük ezeket a megváltozott ökológiai adottságokat. A területeknek az ökológiai adottságai nagyban megváltoznak, mint ahogy azt akár a domborzat és a geológiai adottságok tekintetében szabad szemmel is könnyen megláthatjuk. Azonban ezen kívül az ökológiai adottságok közé tartoznak még a hidrológiai adottságok, a mikroklíma, az élővilág állapota, és ezen kívül természetesen jobbára a települési környezetben fellépő és leginkább az emberre hatásokat gyakorló egyéb környezeti hatásokról is fontos szót ejteni. A hidrológiai adottságok, tehát a vízellátottság tekintetében nagyon különböző felszínek alakulnak ki, mind a bányaterületek, mind a hulladéklerakók, mind a meddőhányok esetében. Egy példát ezek közül kiemelve, hogyha csak egy fiatal, vagy akár már egy idősebb, 10-15 éve meglévő meddőhányót összehasonlítunk egymással, akkor már ebben az időtávlatban is érezhetőek a vízelvezetési és vízmegtartási különbségekben mutatkozó jellegek. Itt ennyi idő alatt a talajnak a fejlődése, hát itt természetesen nem olyan fajta talajról beszélhetünk, ami természetes úton kialakult, de egyfajta termőrétegnek az átalakulása, ez mind a klimatikus és később pedig a biotikus hatásokra megjelenik ez a változás. Így általában egy agyagréteg is kialakul, ami már vízát nem eresztővé válik. Viszont összességében maga egy ilyen idősebb meddő víztartó képessége nagyobb lesz. A mikroklíma általában ezeken a meddőhányokon úgy jellemezhető, hogy szárazabb, melegebb mikroklímájú területek alakulnak ki. Az élővilág természetesen az eredetihez képest teljes egészében eltűnik, egy idő után kicserélődik. Az egyéb környezeti hatásoknál pedig leginkább a szennyező gázoknak a települési környezetben való megjelenését, a meddő környezetében való megjelenését, illetve természetesen a porterhelést sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nézzük most a szukcessziót, a terület spontán benépesülését különböző élőlényekkel, de különös tekintettel a növényzetet vizsgálva. Az imént hallhattuk, megváltoznak az ökológiai adottságok, ezek meglehetősen szélsőségessé válnak a területen. Ennek köszönhető, hogy olyan növények tudnak itt megtelepülni, amik csak ezeket a szélsőséges ökológiai viszonyokat elviselő fajok. Ezek között legnagyobb részben a pionírfajokat, ezek között nagy számban gyomnövényeket, ezen kívül pedig adventív, tehát más néven idegen fajokat említhetünk. Röviden úgy fogalmazhatunk, hogy olyan növényzet alakul ki, amilyennek az élet lehetőségek is a területen. És ezek után nem lehet meglepődni, hogyha az eredeti, természetes környezetétől eltérő biotóp természetesen eltérő vegetációt is fog produkálni. Néhány szót az évek során itt kialakuló társulásokról. Egy év az rendkívül rövid idő egy ilyen terület szempontjából. 3-5 év szükséges ahhoz, hogy ez az említett pionír jellegű növényzet, ez a pionír jellegű nyílt növénytársulás megjelenjen.
Itt nagy egyedszám jellemző, és általában rendkívül kis fajszámmal homogén társulások alakulnak ki. További éveknek, további 5 évnek kell eltenni ahhoz, hogy felhagyott területen igényesebb fajok is megjelenjenek. Itt megfigyelhetjük, hogy ahogy nő az igényesebb fajoknak a száma, úgy a pionír fajoknak a száma egyre csökken. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez a szukcesszió, ez a természetes fejlődés folyamat, ez akkor tud megvalósulni, hogyha magára hagyjuk a területet, egy idő után bolygatatlanná válik ez a terület. Itt számos jellemző fajt említhetünk, amiket látunk is felsorolva. Ezeknek egy része nagyjából az egynegyede gyógynövény. Nyilván ez a tény, ez aztán a terület felhasználásával kapcsolatban tovább gondolásokat is ébreszthet bennünk. Néhány összefüggésre szeretném még felhívni a figyelmet a terület fejlődésével kapcsolatban. Azok a fajok, amik részt vesznek a szukcesszióban, ezek elsősorban a talaj és vízviszonyok alapján tudnak itt megjelenni, illetve hát természetesen az is egy fontos tényező, hogy a környező területnek a növényzete milyen fajokat hordoz. Másik fontos összefüggés, hogy ahogy ezek a meddőhányók idősödnek, tehát a meddőhányók korával ez a faj és egyedszám változik, a fajszám általában növekszik, és az egyes fajoknak az egyedszáma pedig csökkenni szokott. És egy harmadik összefüggés, hogy a meddőhányónak a mikromorfológiai fejlődése, tehát a felszínnek a fejlődése, illetve a növényzettel való fedettség, borítottság, ezek szoros kapcsolatban, összefüggésben állnak egymással, és nem csak egy irányú kapcsolatban. A harmadik részben ismerkedjünk meg azzal, hogy a meddőhányók milyen módon hasznosíthatók, milyen módon hasznosíthatók újra a mai divatos szóhasználattal élve. Egy fontos tény, hogy az eredeti vegetáció, az eredeti állapotoknak a visszaállítása sokszor lehetetlen. Azonban egy megfelelően átgondolt tervezéssel, itt főként arra gondolok, hogy a tevékenység kezdetén már a műszaki tervezésnek a megfelelő átgondoltságával elejét vehetjük annak, hogy jóval több munkával lehessen később ezt a területet újra növényesíteni, újra rekultiválni. Például, ha már a meddőhányoknak a kialakításánál, tehát a térbeli, morfológiai kialakításánál ügyelünk erre, például egy teraszos kialakítással, akkor a későbbiekben ez a tereprendezés ez már elmaradhat, vagy kevesebb munkával jár. Az ábrán láthatjuk a különböző szinteket, amiknél természetesen a műszaki elvárásoknak meg kell felelni, tehát például a rézsű állékonyságának, egyéb talajmechanikai jellemzőknek való megfelelésnek is. És természetesen ez az alap az, ami majd megteremti a lehetőséget a biológiai rekultivációra. Mivel a meddőhányóinknak a többsége nem így készült, nem így alakult ki, mint ahogy azt az előzőekben láttuk, ezzel az ideális módszerrel, egy átgondolt tervezéssel, éppen ezért a legtöbb esetben tereprendezésre van szükség. A fajválasztás, amiről a későbbiekben még bővebben fogok beszélni, 2 általános dolgot feltétlen magán kell viseljen. Az egyik, hogy a területnek, illetve az egyes meddőfelszíneknek a morfológiai és mikroklimatikus viszonyait figyelembe kell vennünk. Minden egyes meddő, domb, minden egyes rézsű rendelkezik különböző égtájokra néző oldalakkal, platójellegű felszínekkel, ezeknek mind különböző lesz majd a növényválasztása. És hát, amit talán gyakran lehet mostanában hallani, hogy törekednünk kell arra, hogy őshonos fajokkal történjen ez a telepítés. Hogy ez mennyire csak egy ideális szempont, vagy mennyire realitás, arról a következő fejezetben hallhatunk majd néhány szót. A hasznosításnak a módjait láthatjuk itt, amelyek között az elsőként szerepel az erdőtelepítés,
de ezek között, hasznosítási módok között még szerepel a gyógynövénytermesztés, vadgyümölcs hasznosítás, és hát egyéb méhészet, takarmány és egyéb hasznosítási módok. Már most szeretném hangsúlyozni, hogy az utóbbi három hasznosítási móddal rendkívül óvatosan kell bánni, ugyanis a gyógynövények drog alapanyagai esetében, illetve a vadgyümölcsök termésének a hasznosításánál, vagy akár a méhészet eredményének, a méznek a fogyasztásánál felmerülhetnek különböző problémák. Ez a probléma, ez pontosan abban gyökerezik, mint amiről már hallhattunk az előző előadásban, hogy ezek a felszínre hozott és tulajdonképpen hulladékká vált meddőkőzetek, ezeknek az ezekből kioldott anyagok felhalmozódhatnak ezekben a növényekben, mind a gyógynövényekben, mind a jelentősebb gyümölcsel, terméssel rendelkező fajokban, és hát természetesen a mézben is. Így ha arra gondolunk, hogy például egy urán bányához kapcsolódó meddőhányó, és az erre telepített növényzet, és ennek a gyűjtése milyen következményeket von maga után, úgy gondolom, hogy ezt a kérdést nem kell jobban részletezni. Hasznosítási módok közül az erdő telepítés tűnik a legcélszerűbbnek és a legkifizetődőbbnek. Itt fontos ügyelni arra, hogy a természeteshez legalább hasonló, természetközeli állományt hozzunk létre. Ez természetesen mind a fafajokra, mind pedig a koreloszlásra vonatkozik. És hát itt is, amit már kiemeltem, ügyelni kell arra, hogy lehetőleg őshonos fajokkal történjen ez a telepítés. Gyógynövény termesztésre az adta az ötletet, hogy a meddőn, a szukcessziós folyamatban spontán betelepülő fajoknak körülbelül a 28%-a gyógynövény. Ezek közül 9 olyan, amit hivatalosan is elismernek, és 25 olyan faj van, amiket a népi gyógyászatban használnak, tehát ezek hivatalosan nem elismert gyógynövények. Itt láthatjuk a listájukat, és hát számos népies gyógynövény is szerepel itt. Vadgyümölcs hasznosításnál is csupa olyan fajt láthatunk, amikkel mindenki találkozhatott már az útjai során, akár egy kirándulás során. Tehát itt is nagyon kell ügyelni arra, hogy azok az anyagok, amik felhalmozódhatnak a termőtalajból, a termőközegből, azok különösen veszélyesek lehetnek az emberre, illetve beépülve a táplálékláncokba, szintén a csúcsragadozókban megjelenhetnek. Az egyéb hasznosítások között találjuk a méhészeti hasznosítást, itt természetesen nagy részben az akácos, hársas állományok jönnek számításba, illetve a pillangósoknak a takarmány vagy alomcélú felhasználása is lehetséges. Tehát minden esetben, amikor ezt az utóbbi három hasznosítást tűzzük ki célul hosszú távon, minden esetben hosszan kell vizsgálni a növényeknek az összetételét, amik a területen fejlődtek. És végül pedig elérkeztünk az utolsó részhez, amiben a kutatási eredményekről szeretnék egy néhány szót ejteni, hiszen ezek azok a kutatási eredmények, amik hosszú távon a biológiai rekultivációnak az alapjait megteremtették, és megteremtik a jövőben is. Kiemelném a Pécsi Tudományegyetemnek egy Széchenyi tervi pályázatban, egy nemzeti kutatási fejlesztési pályázatban való részvételét, aminek segítségével a Pécsnek, mint városnak, településnek a fő vezető ipari tevékenységeivel kapcsolatot tudott teremteni, és ezeknek a problémáknak a megoldására valamilyen javaslatot tenni ilyen módon. Nagy részében az egyetem természettudományi karának a növénytani tanszéke vezette ezeket a kutatásokat, és adta meg a fő irányvonalakat. Hogy a kutatások eredményei leginkább mire lesznek jók, leginkább
abban fognak segítséget nyújtani, hogy milyen fafajt válasszunk ezeknek a meddőknek a telepítéséhez, és milyen talaj előkészítési és javítási technológiákra lesz szükség. Az itt vizsgált területek közül csak kettő, a Karolina külszíni fejtés területe, illetve az uránbánya meddőhányói kővágószőlés és bakonyabánya határában. Láthatunk egy néhány fotót ezekről a területekről, a még működő bánya felszínről. A kutatási módszerek alapvetően háromfélék voltak, ezek között szerepelt egy élőhely monitoring vizsgálat, amelynek során a természetes úton spontán betelepült fajokat vizsgáltuk. Emellett szerepelt egy parcella kísérlet, amiben a facsemetéket be kellett telepíteni a területre, és aztán ezeknek a vizsgálatára kerülhetett sor a továbbiakban. Illetve az uránbánya meddőhányóin létezik már egy 10 éves telepítés, egy 10 éves kiültetés, aminek a vizsgálata szintén szükséges a továbbiakban. Az élőhely monitoring, a spontán betelepülő fajoknak a vizsgálata azért fontos, hogy választ kapjunk arra, hogy ezek a maguktól betelepülő fajok, ezek mennyire a természetesség irányába változtatják a területet, utalnak arra, hogy a területnek az ökológiai viszonyai mennyire a természetesség irányába tolódnak el. Láthatjuk azokat a fajokat, amiknek a megfigyelésére sor került. Itt eredményként elmondható, hogy a megjelent fajok az emberi tényezőktől zavart termőhelyeknek a növényei teljesen egyértelműen, nagyon sok közöttük az idegen, adventív, invazívan terjedő tájidegen faj, és az elterjedési térképek azt mutatják, hogy az itt szereplő három faj, a siskanát tippan, a martilapú és a fehér akác hódították meg a legnagyobb eséllyel ezeket a területeket. Ez a második módszer, aminél be kellett telepíteni a csemetéket, az úgynevezett parcella kísérlet vagy facsemete monitoring. Itt az első pontban láthatjuk is, hogy meddő egyes részein a tájolásnak megfelelően kellett kiválasztani a fafajokat. És mindezek után pedig a beültetett és véletlenszerűen kiválasztott egyedeknek a vizsgálata történt meg, a magasságuk, a szélességbeli növekedésük és az egészségi állapotuk figyelésével. A továbbiakban pedig ezek az első alkalommal megjelent egyedek, véletlenszerűen megjelölt egyedek, ezeknek a vizsgálatára fog sor kerülni fél évente. Itt láthatjuk a Karolina külfejtésnek a kijelölt kísérleti parcelláit, és egyet a parcellák közül a déli parcellát. Nagyon fontos, hogy a tájolást figyelembe vegyük a fajok kiválasztásánál, azonban egy másik tényező sem elhanyagolható, hogy ezek a meddő felszínek, ezek rendkívül terméketlenek. Éppen ezért valamiféle talajjavításra van szükség, ezeket a talajjavítási módokat, talajjavító anyagokat láthatjuk itt felsorolva. Azért is fontos, hogy szerepelnek a vízmű szennyvízi szapja, a bőrgyárnak a nyesedékei, illetve a biokomnak a zöld hulladéka ezekben a komposztokban, mert ezzel tulajdonképpen két fontos problémát oldhatunk meg Pécs városában. Az egyik probléma a tájsebek problémája, a másik probléma pedig a nagy mennyiségben keletkező szerves hulladékoknak a problémája. A két problémát egymással összehozva, a két problémát egymás mellé állítva születhet egy megoldás talán hosszú távon. Eredményképpen elmondható, hogy minden egyes parcellában felállíthattunk egy sorrendet, ami általában a fajok rátermettségét jól mutatja. A déli parcellában például a húsorson volt a legrátermettebb, tehát amely egyrészt a szárazságot is könnyebben túlélte, másrészt ugye a déli oldalnak az egyéb sajátosságait.
Azonban talán egy fontos és örvendetes eredmény, hogy a hazai fajokkal való betelepítés eredményes lehet a jövőben. És azt is ki lehet mondani, hogy a komposztos kezelés minden faj esetében előnyösen hatott. Láthatunk egy néhány képet ezekről az alkalmazott fajokról. És végezetül pedig az utolsó módszerrel ismerkedhetünk meg, ami már a csaknem 10 éve beültetett kísérleti parcellákat érinti. Ez csak az uránbánya területén, az uránbánya meddőinek a területén valósulhatott meg, hiszen ott vannak ilyen kísérleti parcellák. Itt a kísérleti parcellákat két területre osztották, az egyiket szennyvíziszap granulátummal kezelték, a másik felét pedig nem kezelték ezzel a granulátummal, és így vizsgálták a már 10 éves faegyedeknek a túlélését, illetve a növekményét. Itt láthatjuk a fajok sorát, amik betelepítésre kerültek, és közöttük kiemelve azokat, amik vagy a tápanyag utánpótlásra jól reagáltak, így például a mezeljuhar, illetve a nagylevelű hárs, illetve azt a három fajt, a virágos körist, a csertölgyet és a varjútövis bengét, ami a közelmúltban megismert aszályos években is sikeresen megmaradt.